Egy olyan szörnyű tragédia történt Törökországban, és részben érinti Szíriát is, amelyre nagyon régóta volt példa, nem csak Európában, nem csak Európa környékén, hanem a nagyvilágon is. És ez mindannyiunkat megrázott, ez a tragédia, és elsőként igyekszünk és igyekeztünk segíteni Törökország népének. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi közösségünkhöz tartozó fiatalember azok közé, a mentők közé tartozik, akik elsőként érkeztek Törökországba, és személy szerint a barátunk egy másfél éves gyermeket, egy kisgyermeket tudott megmenteni. Mi rendkívüli módon büszkék vagyunk azokra a magyar hősökre, akik most életeket mentenek Törökországban, ezért a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezte, hogy legmagasabb szintű állami kitüntetéssel ismerje el a kormány a munkájukat. Ennek részleteiről Dúró Dórát kérem majd meg, hogy számoljon be, hiszen Dúró Dóra nem csak a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese, hanem a Magyar Országgyűlés a parlament alelnöke is. Ezért bízunk abban, hogy a parlament alelnökeként ezt ki tudja majd járni a kormánynál. És nem csak azért vagyunk itt, hogy a magyar mentőknek megköszönjük a munkáját, hanem azért is, hogy bejelentsük, hogy a Mi Hazánk mozgalom szeretne adományokkal is hozzájárulni ennek a tragédiának és a rettenetes következményének az enyhítésére. És most jelenleg egy szimbolikus adományt hoztunk ide, 300 000 forint értékben, ez saját adományunk. A török nagykövetséggel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és azt kérdeztük meg, hogy mire van leginkább szükség. Ezzel az első szimbolikus adománnyal szeretnénk elindítani egy sokkal nagyobb adománygyűjtést. Egyrészt azt szeretnénk kérni több százezer szimpatizánsunktól és szavazónktól, hogy a Törökország nagykövetsége által megadott bankszámla számra pénzügyi, készpénzes adományokat küldjenek, hiszen Törökország nagykövetsége, a török kormány tudja leginkább, hogy mire van szükség jelenleg Törökországban, illetve a központi irodánkban Budapesten, a Bartók Béla úton, Bartók Béla út 96 szám alatt található irodánkban gyűjtjük a tárgyi adományokat. Fontos hangsúlyoznom, hogy a tárgyi adományok közül is nem elsősorban ruhákra van ma már szükség, hiszen a nagykövetségtől kapott tájékoztatás szerint fontosabb például a takarók, sátrak, mobil WC vagy akár mobil fürdőszoba biztosítása, hiszen sok tízezer embernek jelenleg nem megoldott a lakhatása, nem megoldott az ellátása. Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen szörnyű tragédia ad alkalmat arra, hogy itt a török nagykövetség előtt sajtótájékoztatót tartsunk, de a bajban is szükség van a Mi Hazánk mozgalom segítségére, illetve minden magyar ember segítségére is. Láthattuk azt, hogy az elmúlt napokban százat meghaladó számú magyar ember a mentőcsapatok tagjaiként odaérkezett a helyszínre, és a legfontosabbat, emberi életeket sikerült megmenteniük. Ez egy olyan esemény volt, amely összekovácsolta a magyar társadalmat is, és úgy gondolom, hogy mindannyian hősként tekintünk azokra az emberekre, akik részt vettek ezekben a mentésekben. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt várja el a kormánytól, hogy az életmentő emlékérem állami kitüntetést adja át mindegyik mentésben résztvevő magyar embernek, ezzel is kifejezve a magyar embereknek a büszkeségét, háláját, illetve elismerését. Úgy gondoljuk, hogy ez igenis jár azoknak az embereknek, akik gyakorlatilag néhány nap alatt már ott is voltak Törökországban, és segítettek az életmentésben is. Ez egy olyan esemény volt, amely a magyar társadalmat is össze tudta kovácsolni, hiszen hogyha megnézzük a különböző politikai oldalakhoz tartozó embereket, mindenki elismeréssel tekint ezeknek az embereknek a munkájára, a hőstetteire, ezért is indokolt különös mértékben az, hogy megkapják az életmentő emlékérmet, amely egyébként a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet ilyen típusú tevékenységért Magyarországon lehet adni. Ez a belügyminiszternek a hatáskörébe tartozik egyébként. Külön szeretném megköszönni Törökország nagykövetének, hogy ilyen időszakban is, amikor ilyen elfoglalt, időt szakított arra, hogy velünk is találkozzon, illetve ezt a sajtótájékoztatót közösen tartsuk, és személyesen legyen itt akkor, amikor a Mi Hazánk mozgalom átadja ezeket a jelképes, szimbolikus adományokat.
Hepinize çok teşekkür ederim. Bildiğiniz köszönjük, hogy ma itt megjelentek. Mint önök is tudják, február 6-án Törökországot két nagyon súlyos földrengés rázta meg. Sajnos ebben a tragédiában én és a családom személyesen is érintettek vagyunk. A férjem egy volt azok közül, akik egy összeomlott épületből menekültek ki. Jelenleg ők még kórházban van Törökországban. Ez ismét az a pillanat volt, ahol a török-magyar barátságot első kézből érezhettük, ugyanis Magyarország az elsőként jelentkezett azok az országok közül, akik segíteni szerettek volna Törökországnak. Ezt soha nem felejtjük el, és köszönjük szépen még egyszer a magyar állam, illetve a magyar nép nekünk nyújtott segítségét. Köszönjük szépen!